Best for soil, szolarizáció, előnyök és hátrányok. Hello, Miguel vagyok, és a szolarizáció szakértője, amely egy itt, Dél-Spanyolországban használt fertőtlenítési módszer. Ennek a módszernek vannak előnyei, de természetesen vannak bizonyos hátrányai is. Ezeket ez a Best for Soil videó mutatja be és ismerteti. A szolarizálás önmagában vagy a szerves trágya hozzáadásával kombinálva az úgynevezett bioszolarizáció, amely egy rendkívül hatékony talajfertőtlenítő eljárás. Ezzel könnyen lecsökkenthető a patogiás csírák mennyisége a növénytelepítés előtt. Ez pedig kulcsfontosságú tényező a talajfertőzéses előzményű területeken. Az intenzív növények hajlamosak a talaj eredetű kórokozókban és fonálférgességben megbetegedni. És elég gyakori, hogy a nem kiegyensúlyozott talajban több fa is jelen van. Szolarizáció és bioszolarizáció Előnye, hogy mindkét technológia széles spektrumú aktivitással rendelkezik, tehát a következő termény védettségi szintje magas. A vegyszeres vagy gőzöléses fertőtlenítéshez képest a szolarizálás költsége a jó hatásfok mellett alacsonyabb. További előny a hagyományos fumigálószerekhez képest, hogy nem képez maradványszennyeződést. A növénytelepítés előtt nincs alkalmazási időszak, ezáltal csökkentve a parlag időszakokat. A szolarizáció és a bioszolarizáció természetes módszer, amely valamennyi tanúsított termelési rendszerben megengedett, beleértve az ökológiai gazdálkodást is. Ezen kívül a bioszolarizáció hozzájárul a gazdaságban keletkező hulladék csökkentéséhez, mivel a növényi hulladékok szerves anyagként felhasználhatók. A bioszolarizációhoz, tehát a biomassa visszakeringethethető a gazdaságba. A szolarizálásnak azonban vannak hátrányai is. A hatékony eredményhez nagyon speciális körülményekre van szükség, elsősorban a magas hőmérsékletű és a napsütéses napokra, amelyek nem mindig egyeznek meg a mérsékelt térségben a pihentetési időszakkal. Ezen felül az időszaknak több mint négy hétnek kell lennie, ideális esetben eléri a hat hetet. Ha takarónövényzetet vagy zöldtrágyát használunk, akkor ezt az időszakot még tovább ki kell nyújtani. A szolarizáció az üvegházi növényekre szabott gyakorlat. A nagy nyitott mezőgazdasági területek nagy mennyiségi műanyag fóliát igényelnek, amely szél, madarak és más állatok behatásának van kitéve. Mivel azonban az üvegházak szolarizálás alatt teljesen le vannak zárva, elkerülhetők a fent említett kérdések. Annak ellenére, hogy a napenergiához használt műanyag újrahasznosítható, a műanyag vitatott alapanyag minden nemű emberi tevékenységhez, beleértve a mezőgazdaságot is. A szolarizálás másik hátránya a jótékony szervezetekre gyakorolt hatás. A jótékony gombák többségének lecsökken a jelenléte a napkollektoros talajban, de néhány jótékony baktérium megmarad, vagy akár növeli is a populációját. Ezen kívül az ásványi vagy a szennyező anyagok elszivárgása is komoly problémát okozhat, így rendkívül fontos, hogy ellenőrizzük az öntözőrendszert a talaj letakarása előtt, mind a hogy a talaj túlnedvesítése nem kívánatos.